Most szeretettel köszöntelek benneteket, kedves Ervin, Tamás, Attila. Ha tegyük a helyére, ki tudja hanyadik adását, illetőleg az első virtuális online tegyük a helyére összejövetelünkön, vagy műsorunkon, vagy adásunkon. Ennek a mostani adásnak a címe, ha leszáll a szellem. Azért tartjuk fontosnak, hogy erről a témáról beszéljünk, mert a jelenlegi vészterres időkben különösen nagy szükségünk van arra, hogy Istentől inspirált, a Szent Szellemtől vezetett, a Szent Szellem által kapott, vagy Szent Szellemtől kapott kijelentésekkel tudjunk élni, működni. És ezen belül a kereszténységen belül a lehető legszélesebb a megosztás. Egészen onnantól, hogy mint ahogy Pál találkozott Efézusban tanítványokkal, és beszélt nekik az újjászületésről, és ők mondták, hogy hát azt se tudjuk, hogy vagyon-e Szent Szellem. Én is találkoztam olyan hívővel, aki annyit tudott a Szent Szellemről, hogy ezt szokták mondani ott az istentisztelet végén, hogy az Atya, a Fiú, a Szent Szellem nevében, és úgy gondolta, hogy a Szent Szellem az ott a végén valamit jelent, de hogy egészen pontosan miről is van szó, azt nem. És innentől egészen odáig van a skála, mondjuk egy két végpontot jeleznék, amikor veszi magának egy szolgáló, egy elöljáró a bátorságot, és azt mondja, hogy menj Szent Szellem, töltsd be Szent Szellem, és irányítja, és utasítja az Istennek a harmadik személyét. Tehát óriási nagy és széles a paletta, és először azt szeretném tőletek kérdezni, hogy miután itt nagyon sok a szubjektív elem, hogy beszéljünk arról, hogy neked személyesen mi a viszonyod a Szent Szellemhez. Neked személyesen ki ő, ki a Szent Szellem. És ha már így Ervin bologatsz, akkor először teiget kérdeznélek, hogy vagy te, ki ő neked? Én is nagy szeretettel köszöntök mindenkit, aki követ bennünket. Igen, odáig kell visszanyúljak, hogy egy olyan közegben nőttem fel, amelyik, ha nem is annyira, hogy csak a megszólításban szerepelt a Szent Szellem, az a klasszikus protestáns közeg, ahol rátették a kezüket az emberekre, azt mondták, most kaptál Szent Szellemet, és ennyi. Nos, én egy ilyen közegbe felnőve semmit nem tudtunk, tehát semmi tárgyi ismeretünk, lexikális ismeretünk nem volt, pedig hát Biblia ismerő emberek voltak a szüleink, és mint azt már nagyon sokszor elmondtam, mindenféle tárgyi ismeret nélkül az én találkozásom a Szent Szellemmel az egy teljesen isteni eredetű volt. Nem tudtam róla, nem voltam felkészítve, messze nem úgy, mint akiket ma mi fel tudunk készíteni. És a Szent Szellem úgy töltött be bennünket, hogy tényleg mint az abcsel időkben, hogy eljött, és elkezdtünk földre esni, elkezdtünk nyelveken szólni, és fogalmunk nem volt, hogy mi történik velünk egy kis túlzással. Aztán megismerve a Bibliából rájöttünk, felismertük, hogy hát ez az, amiről megvan írva, hogy nem részegek ezek, hanem az Istennek a szelleme meglátogatott bennünket. Ez nekem az egész keresztény életem meghatározójává vált. Vagyis azt jelenti számomra, a kérdésedre válaszolva, hogy a mai napig az én nagyon nagy hangsúlyt teszek a nyelveken imádkozásra, a Szent Szellemmel való közösségre, és én azt tapasztalom, hogy nagyon sokszor előbb és jobban kapok megnyugvást, vagy békességet, mint hogyha a saját értelmemmel imádkoznék. Természetesen értelemmel is imádkozom, és értelemmel is keresem az Urat, és kifejezem értelemmel is az imámat az Isten felé, de az igazi vezetés, hogy így mondjam, az aközben van, amikor nyelveken imádkozok. És ilyenkor bizony, ha figyelek a lelkemre, a szellememre, akkor szól az Úr, ad kijelentést, ad bibliai megértéseket, összefüggéseket,
és legfőképpen valami olyan békesség lesz úrrá rajtam, amit semmi más nem tud adni. És ez megegyezik az igével. Jézus azt mondta, hogy amikor ő eljön, akkor elvezet igazságra, a békességre vezet bennünket, ő a békesség szelleme, megnyugszik rajtatok az Istennek a szelleme. Én így élem meg a mai napig, és nagyon-nagyon hálás vagyok az ő személyért, hogy itt van velem, itt van bennem, vezet, utat mutat, irányt mutat, és nagyon sok kérdésben, amikor figyelek rá, akkor teljesen egyértelműen igazítást ad. Ennyi. Ugye az van megírva, hogy mi pedig az Úrnak a dicsőségét fedetlen arccal szemlélhetjük, és miközben őt szemléljük, átváltozunk az ő képére és hasonlatosságára, mégpedig a Szent Szellem által. És előtte mondja Pál, hogy ahol a Szent Szellem az Úr, ott van a szabadság. Hát Attila, téged kérdeznélek, hogy hogy éled meg, ki neked a Szent Szellem, és hogy éled meg ezt a fajta szabadságot ővele? Hát igen, köszönöm a kérdést. Szerintem nagyon jó a kérdés, hogy ütetted fel a kérdést, hogy ki neked a Szent Szellem, és mindenképpen arra szeretném a hangsúlyt tenni, hogy ő egy konkrét személy. És neki, mint személynek, ahogy Ervin is mondta, vannak ajándékai, vagy vannak különböző megnyilvánulásai az életünkben, vagy a személyiségünkön keresztül, mint a nyelveken szólás például. Tehát amikor valakivel az ember nagyon szoros közösségbe kerül, akkor azt veszük észre, hogy az a személy elkezd hatni ránk, és azt gondolom, hogy ebben a kapcsolatban, ami mondjuk nekem is van a Szent Szellemmel, és amire mindenki elhivatott, ebben a kapcsolatban ő az, aki dominál. Ugye úgy mondja a római levélben Pál apostol, hogy akik az Isten fiai, azokat a Szent Szellem irányítja, vagy kormányozza. Tehát ő nála van a kormány. Bot, ő az, aki vezető, az, aki elől megy, és ez egy hatalmas segítség. Hát ami a személyes megtapasztalásaimat illeti, azt gondolom, hogy mindig is nagyon élénken az volt az elképzeléseimben, hogy ő egy személy. És ugye én is keresztény közegben nőttem föl, és nagy felfedezés volt nekem az, amikor kiderült az a számomra, hogy a Szent Szellemmel egy ilyen valódi kapcsolatban lehet lenni. Tehát amikor nem csak úgy a gondolatainkban, vagy a biztos vagy bizonytalan érzéseinkben, vagy nem tudom, a vágyainkban jelenik meg a Szent Szellem, hanem hogy konkrétan és elég erőteljesen lehet vele találkozni. Ugye annó elég sokat hallgattam kamaszkoromban egy dalt, biztos sokan ismeritek a Találkozás című dal, ami úgy kezdődik, hogy mikor körülvesznek egyhangú hétköznapok, van egy vágy a szívemben, és amikor hallgattam azt a dalt, akkor nagyon világos volt számomra, hogy aki ezt a dalt megírta, valószínűleg ami ott le van írva abban a dalban, ami abban a dalban elhangzik, az tényleg meg is történt vele. És nagyon élénken ott volt bennem az, hogy ha vele megtörtént, akkor minden bizonnyal ez velem is megtörténhet. És én az első ilyen nagyon erőteljes és komoly találkozásomat a Szent Szellemmel abszolút így éltem meg. Ezt nagyon sok helyütt és sokszor már elmondtam, hogy volt egy konkrét este vagy éjszaka, amikor azt éltem át, hogy ő mint egy személy meglátogat, hogy bejön a hálószobámba, és közösségbe kerülök vele, és több dolgot átéltem és megtapasztaltam, és olyan értelemben csatlakozok az Ervinhez, hogy az előképzettségem nem volt egyáltalán tökéletes. Tehát emlékszem arra, hogy már lassan 20 éve lesz, amikor pont egyszer Feri neked meséltem ezt az élményemet, és hogy mit éltem át akkor te mondtad, hogy hát akkor ezek szerint veled az történt meg, ami a római levélben le van írva, hogy kitöltötte az Atya a szerelmét a szívedbe a Szent Szellem által. Mert nekem ugye ez volt az elsődleges élmény, vagy a legfontosabb. Most azon túl, hogy elkezdtem nem is nyelveken szólni, de dicsérni az Urat, és ezt hosszú órákon keresztül, sőt heteken keresztül abba sem tudtam hagyni. Ez volt a külső jele, a külső megnyilvánulása, de ami a legnagyobb hatást gyakorolta rám, az, hogy a Szent Szellem eljött, és velem maradt, és egyszerűen folyamatosan biztosított arról, hogy szeretve vagyok, hogy az Atyának a gyereke vagyok. Ugye, ahogy szintén a római levél mondja, hogy a lelkünkkel együtt, vagy a mi szellemünkkel együtt tanúskodik arról, hogy az Isten gyermekei vagyunk.
És ezt a jelenlétet, ezt azóta is tapasztalom igazából az életemben. Az nem kérdés, hogy ő velem van-e, mert ugye ez is azt is föltetett kérdésként, vagy az a címe a beszélgetésnek, hogy ha leszáll a Szent Szellem. Szerintem a Szent Szellem már leszállt, és itt van. A kérdés mindig az, hogy mi a külső zajoktól, meg a saját testi indulatainktól mennyire hagyjuk azt, hogy érezzük és érzékeljük az ő jelenlétét. Úgyhogy ő azóta velem van, és elképesztően szeretem és élvezem azt, ahogyan vezet, ahogyan tanácsot ad, ahogyan vigasztal, ahogy kijelenti az igét, ahogy elvezet mindenre, ami az igazság. Na, úgyhogy első nekifutásra ennyi. Tamás? Mi a kérdés? Hát a kérdés az volt, hogy te személyesen hogyan viszonyulsz a Szent Szellemhez, ki ő neked? Értem. Hát ugye az első találkozásom a Szent Szellemmel, annak tanúja voltál, hiszen te tettél nekem bizonyságot a Schönherr Zoltán Kollégium 18. emeleti teakonyhájában. 16. emeleti. Pénteken délután valamikor. És hát ott történt meg az velem, hogy miközben hallgattam az evangéliumot, rám szállt a Szent Szellem. De hát mivel nekem nem volt semmilyen vallásos előképzettségem, abszolút materialista, ateista háttérből tértem meg, én fogalmam nem volt, hogy mi történik velem. Csak egy rendkívüli élményben volt részem, ami kinyitott egy ajtót egy olyan világra, amiről én azt hittem, hogy nem is létezik. És hát ennek az élménynek a hatására tértem meg, és kéthetes keresztény voltam, amikor ugye imádkoztak értem, és szintén rám szállt a Szentlélek, akkor ezt érdekes másképp éltem meg, mert amikor először találkoztam Isten szellemével, akkor tényleg rám szállt. Tehát ez tényleg egy olyan érzés volt, mint mikor az emberre egy ilyen nagy meleg paplant ráterítenek, és szinte belenyom a székbe. A második alkalommal a Szentlélek keresztségben inkább azt a részét éltem meg, amiről az írás azt mondja, hogy akik hisznek, azoknak a bensejéből élővizek folyamai ömlenek. Tehát az történt, hogy elkezdett feltörni a nyelveken szólás, a beszéd, a szó, és hát gyakorlatilag én abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy a keresztény életemnek az első pillanataitól fogva a Szent Szellemmel jártam, éltem, vele együtt tanultam a Bibliát, vele együtt tanultam az igéket, úgyhogy én inkább abban az értelemben talán a másik irányból érkeztem, hogy inkább a Szent Szellemmel kapcsolatos szélsőségek voltak jellemzőek, vagy azok is jelen voltak a keresztény életem korai szakaszában, amik nekem teljesen természetesek voltak. És azt gondoltam, hogy ez így normális és így helyes, és inkább később kellett rádöbbennem arra, hogy hát azért nem biztos, hogy ez mind úgy van és mind úgy igaz. Mert mi azt gondoltuk, hogy a keresztény élet az nem más, mint hogy az ember újjászületik, térj meg, keresztelkedj meg, veszed a Szent Szellem ajándékát, és kész. És akkor innentől fogva a többit a Szent Szellem elvégzi, és akkor idővel rá kellett jönni, hogy hát azért ezek nem teljesen így vannak. Ha működnek a karizmák valakiben, az még messze nem azt jelenti, hogy jellemes, istenfélő keresztény ember, és így tovább. És itt a rengeteg dolog van, amit meg kell tanulni, még és önmagába véve az, hogy az ember szól nyelveken, vagy a karizmák működnek az életében, vagy a Szentlélek által tudja dicsérni az Urat, vagy imádkozik, ez borzasztó nagy kegyelem, és nagyon-nagyon jó dolog, de messze nem jelenti azt, hogy a keresztény életnek minden csinyát, bigyát már a kezében tartja, épp ellenkezőleg. És ezért hát nyilván az életem átment egy olyan szakaszon, amikor úgy szét kellett egyelni, hogy most mi biblikus, mi nem biblikus, hogy működnek ezek a dolgok, hogy nem működnek ezek a dolgok. És hát ez egy elég keserves időszak volt, de hát nyilvánvalóan egy szükséges időszak. Gondolom, hogy aki másik irányból érkezik, az is átmegy ilyesmin, és neki is utána szét kell egyelni, hogy mi az, amire valóban szüksége van, és mi az, ami egyszerűen egy készen kapott egy felekezeti hagyományként, és azt újra kell gondolnia, át kell értékelnie, vagy akár el kell hagynia, hogyha rájön, hogy ez csak egy emberi dolog. Hát a következő dolog, amire én szeretnék rátérni, hogy abban nagyjából megegyezünk, hogy
a Szent Szellem egy olyan identitást, egy olyan személyes bizonyságot, biztonságba helyezést hoz létre bennünk, és ez önélkül lehetetlen, hogy Isten szeret bennünket, mert az Isten szerelme a Szent Szellem által van kitöltve a szívünkbe, a fiúságnak a szellem, hogy Isten atyánk, és mi az ő fiai vagyunk. Tehát egy identitást hoz létre, és én is magam részéről el tudom mondani, hogy abszolút függő vagyok, tehát én nekem az, hogy a Szent Szellemmel ezt a személyes, intim, szerelmes közösséget, kapcsolatot az Istennel megélem, ez az alakja az én hívő életemnek is, és ez annyira csodálatos és annyira jó, hogy ez mindennél több. Tehát ez tényleg az Isten szerelme. A problémák ott jönnek elő, amikor a Szent Szellem elkezd szólni, megnyilvánulni, vezet, használ, működik nem csak bennünk ezt a belső bizonyossággal, hanem rajtunk, általunk is, és akkor elkezdünk élni, ahogy a Tamás is mondta, meg ti is mondtátok a Szent Szellemmel, és ennek aztán különböző, megint nagyon komoly szélsőségei vannak. Vannak, akik a karizmatikus visszaélések hatására egy ilyen protestáns szkepticizmusba húzódnak vissza, hogy ma már az ajándékok nem, ma már Isten nem gyógyít, ma már a nyelveken szólás nem, tehát egészen idáig. És a másik véglet pedig az, hogy mi most már mindenre fel vagyunk jogosítva, elveszük a vezetést a Szent Szellemtől, és akkor már mi működünk, és ő majd együtt működik velünk, hogy a hatalom pálcájával majd itt rendet teszünk az univerzumban, mert mint Isten fiai fel vagyunk jogosítva. Tehát a kérdésem az, hogy igen, élünk a Szent Szellemmel, és a legcsodálatosabb dolog a hívő életünkben, de vannak visszaélések. Hol van a határ, hogy tudjuk ezt a dolgot külön választani? Ervin. Hát azért a Szent Szellemmel való élésben is nem tekinthetünk el attól a hitnek a mértékétől. És minden hitáltal működik, és bizony így van, hogy a különböző módon megélt szellemben való működés az létrehoz különbözőségeket. És én ezt el tudom fogadni alapvetően. El tudom fogadni azt, hogy az, akinek egy más elhívása van, más szolgálata van, őt a Szent Szellem másképp vezeti, és más utakat mutat neki. Egy a cél, és egy irányba megyünk, különböző utakon. A problémát azt abban látom, amikor mi ezt kiélezzük, és azt gondoljuk, hogy csak a mi vezetésünk a vezetés, és az övé az nem. Szerintem ez mindenre igaz, hogy ez egy gyerekbetegség, ezt sokkal érettebben kellene, és kell kezelnünk. Amikor nyilvánvalóan az igével szembe megy valaki, és hivatkozik a Szent Szellemre, akkor jogosan szoktuk mondani, hogy kigyullad a piros lámpa az emberbe, és azt mondja, hogy hát álljunk meg, azért ezt most végig kell gondolni. És itt most nem a cégéres bűnökre, vagy ilyenre gondolok, mert az nyilvánvaló, hogy az ilyenre nem vezet a Szent Szellem, és nem visz Isten szelleme, és a Bibliával is ugye világos, hanem olyanra, amikor árnyalati különbségek vannak, nem is kicsik. Tehát én amikor úgy gondolom, hogy én megélem a Szent Szellemmel, mondjuk én a habitusomnál fogva is, én nagyon szeretem azt, hogy a Szent Szellem egy szelíd valaki. És ő valóban abban az intimitásban szól és használ, amit én is nagyon élvezek, nagyon szeretek. És amikor ilyenkor szól az Isten szelleme, akkor én tudom, hogy merre menjek. Most van, aki másképp éli meg, másképp működik, teljesen másképp, most bocsánat, de bukfencet hány, mit tudom én, mit csinál. Én nem feltétlen mondom azt, hogy ez nincs az Istentől. Amikor szélsőségekbe mentünk és estünk ebben a területen is, akkor tudom, hogy az testi volt. Én ezt egy problémának tartom, hogy összekeverjük sokszor a Szent Szellem vezetését a testi indulatainkkal, akaratunkkal, gondolatainkkal, és akkor ebből bizony kisülnek olyan dolgok, hogy nagyon-nagyon hivatkozunk a Szent Szellemre, akár Istenre, és közben egy nagyon nagy testiség
akarnokság, erőszakosság, a másikat lenézés valósul meg. Én ilyenkor, ez az én személyes stratégiám, én ilyenkor visszavonulok, fújok, és figyelek a szellememre, és ami jó, azt megtartom, és ami nem, azzal nem foglalkozom. Amikor megkérdeznek és kérnek tanácsot, hogy foglaljak állást, akkor meg természetesen elmondom, hogy mi az én személyes véleményem ebben a dologban. Tehát én úgy hiszem, hogy a Szent Szellem sokszínűen vezet, sokszínűen használ bennünket, ajándékunktól, elhívásunktól, személyiségünktől függően, de amikor tényleg ő használ, azért abban mindenkinek békessége van. Én amikor beszélgetek valakivel, teljesen független attól, hogy most ez hozzánk, mi felekezetünkhöz, vagy hova tartozik, és belül a szellemembe kapok egy békességet, akkor tudom, hogy ez az ember, ez jól halad, jó úton van. Amikor ez nincs meg, akkor vannak fenntartásai. Na ennyi. Attila, te hogy gondolod? Igen, egy kicsit messzebb indítanék. Amikor Isten megteremtette az embert, akkor ugye azt mondja az egy Mózes, hogy azt mondná az Úristen, hogy teremtsünk embert hozzánk hasonlóvá, és ugye szemmel látható az ellentmondás, hogy egyes számban kezdi, hogy azt mondá az Úristen, és aztán többes számba folytatja. Óvatosan, hát, mert egy tanító van itt a vonalban. Igen, igen, és hát ugye, mint tudjuk, ez egészen elképesztő, hogy már rögtön a Teremtés könyvének az elején a Szent Háromság, az ki van jelentve a Bibliában, hiszen arról beszél ez az ige, hogy az Isten, az, hogy az Isten egy, az nem azt jelenti, hogy egy darab, hanem az, hogy egy tökéletes egységben van ez a három személy, az Atya, a Fiú és a Szent Szellem. Amikor körülbelül azt hiszem 2 éve vagy 3 éve, talán már 3 éve is Jeruzsálemben jártunk, akkor ott találkoztunk egy indiai származású zsidó fiúval, aki azt mondta, hogy amikor ezt olvasta a Tórában, akkor jött rá, hogy igazából Jézus és az Atya az egy személy lehet. Tehát, hogy nagyon izgalmas, hogy ez benne van a Bibliában, de amiért ezt elmondom, az az, hogy a Szent Szellem az Atyával és Jézus Krisztussal tökéletes egységben vannak, egy tökéletes harmóniában. Tehát nincs közöttük meghasonlás. Tehát nem gondolnám azt, hogy a Szent Szellem önhatalmulag csinál valamit, és az Atya meg a Fiú fogja a fejét, hogy hát kiadott neki erre felhatalmazást. Ez egész biztos, hogy nincsen így, és amikor újjászülettünk, azt mondja a Biblia, hogy Isten fiaivá lettünk hasonlóképpen, mint Jézus Krisztus. Azt mondja Pál apostol, hogy élek többé nem él, hanem él bennem a Krisztus, és a Szent Szellem is erről tanúskodik bennünk, és ahogy ugye nyilván már sokszor, sokféle fórumon elhangzott, belettünk vonva a Szent Háromságba, egy Szent Négyesség alakult ki, és akkor, amikor közösségben vagyunk a Szent Szellemmel, akkor ez nem hasonlik meg az isteni egységgel. És akkor, amikor ahogy Ervin is utalt rá, testből kezdünk el tenni dolgokat, és nem ebből a közösségből, nem ebből a harmóniából, akkor történnek meg olyan események, amikor ráfogjuk valamire azt, hogy ez a Szent Szellem volt, vagy megpróbáljuk azzal hitelesíteni azt, amit csinálunk, holott lehet, hogy semmi köze nem volt hozzá sem az Atyának, sem a Fiúnak, sem a Szent Szellemnek. És én azt gondolom, hogy amire törekednünk kell, az az, hogy egy ilyen folyamatos közösségben legyünk a Szent Szellemmel. Tehát, hogy ebben a szellemi üzemmódban éljük az életünket, és szerintem pont erről szól a római levélnek a 8. fejezete, amikor ezt a kétféle hát mentalitást vagy hozzáállást ecsetel, illetve állítja szembe egymással, és ott ugye hangsúlyosan kimondja azt, hogy akiket a Szent Szellem irányít, azok az Istennek a fiai. És nyilván, mivel a Szent Szellem ott van bennünk, és van egy meggyőződésünk, ezért azt gondolom, hogy ha nagyon őszinték vagyunk magunkhoz, akkor pontosan érezzük azt, amikor valaki a Szent Szellem nevében tesz valamit, de érezzük azt a belső meghasonlást, hogy ez nem lehet az. És fordítva is igaz, hogy amikor viszont a Szent Szellem dolgozik, akkor az még az előítéleteinket is felül tudja írni, mert tulajdonképpen ez történt a Cornelius háza népénél is,
hogy Péternek nagyon nehezen ment le a torkán az, hogy ő most pogányok közébe megy, és mégis amikor a Szent Szellem elkezdett dolgozni, akkor az minden előítéletet felülírt benne. És azért, mert a Szent Szellem bizonysága az ott volt ő benne, és ott letagadhatatlan és megkérdőjelezhetetlen dolgok történtek. Tehát szerintem az elsődleges cél az az, hogy benne maradjunk ebbe az identitásunkba, amit az újjászületésünkkor kaptunk, hogy tényleg Istennek a gyerekeiként, lányaiként éljünk, ez legyen az identitásunk, ez határozzon meg bennünket, és hogy benne mozogjunk ebben a tökéletes isteni harmóniába, amiben belekerülhettünk. Ami egyébként egy hatalmas kiváltság, mert az univerzumban nincsen más olyan teremtmény, mint az ember, aki ebbe a kapcsolatrendszerbe ilyen módon beleláthat, és ezt belülről megtapasztalhatja és megélheti. Köszönöm szépen. Itt igazából ugye a kérdés az, hogy hol van a határ. Tehát én úgy gondolom, hogy normális ember az arra törekszik, hogy ebben a kapcsolatból kinőve adja tovább azt, amit a Szent Szellem, vagy legalábbis ő úgy gondolja, úgy véli, hogy a Szent Szellem mutat, mond, késztet, inspirál, ad neki. De hol van az a határ, hol vannak a fogódzók, aminek alapján meg tudjuk különböztetni. Az Ervin mondta, hogy a szellemében békesség van. Nagyon sok itt a szubjektív elem. Úgyhogy Tamás, téged kérdeznélek, hogy vannak-e kapaszkodó kezükben? Tehát a szubjektív elem ez valóban lényegi eleme egyébként annak, hogy a Szentlélek személyre szabottan bánik velünk, és ez egy nagyon jó dolog. Azért viszont a szubjektív elem nehezíti meg azt, hogy kívülről általános szabályokat adjunk, vagy mondjunk bizonyos dolgokat. Tehát amikor tőlem megkérdezik, hogy én nem szólok nyelveken, de úgy érzem, hogy be vagyok töltve Szent Lélekkel, és hogy nekem már van Szent Szellem kerességem, akkor az ember ezzel most mit tud kezdeni? Hát széttárja a kezét, és azt mondja, hogy hát én kívánom, hát én remélem, hogy nem csapod be saját magadat, és van neked. De biztosan csak akkor tudok mondani, hogyha látom, hogy te vetted a Szent Szellemet, és a Szent Szellem valahogy megnyilvánult rajtad keresztül, akkor én a te nyelveken szólásodból, vagy profétálásodból tudom, hogy tényleg betöltött a Szent Lélek, vagy nem. Nem tudom megbírálni azt, hogy a te belső meggyőződésed, a te belső hited, az most mennyire valóságos, vagy mennyire fakad az éretlenségből, vagy mennyire a te kívánságod, hogy de jó lenne, ha, vagy mennyire egy menekülés, hogy nem akarsz valamivel foglalkozni. És így van ez ugyanígy, amikor valaki jön, és azt mondja, hogy szólt hozzám az Isten, hát ki vagyok én, hogy most ezt felülbíráljam. Az egyetlen dolog, amit ilyenkor tenni tudok, az, hogy amikor ő azt mondja, hogy szólt hozzám az Isten, és tegyük ezt, vagy tegyük azt, akkor én ugyanilyen szubjektív alapon megvizsgálom a saját magamat, és azt mondom, hogy hát ez engem felbuzdít, tényleg hitet ébreszt bennem, én ehhez jó szívvel, örömmel tudok csatlakozni. És ha nem tudok jó szívvel és örömmel csatlakozni, akkor viszont, és erre tenném a hangsúlyt, hogy jogom van azt mondani, hogy hát én nem érzem úgy, hogy Isten szelleme engem erre indítana. Tehát amikor jön valaki, és azt mondja, hogy ő most kapta azt a kijelentést, hogy a hatalom pálcájával dorgáljuk meg a nem tudom én micsodát, az aszályt, mert szörnyű nagy bajban van a mezőgazdaság, és illés is ember volt, hozzánk hasonló, és imádkozzunk, és ő azt kapta, hogy menjünk ki a mezőbe, és akkor nem tudom micsoda, hajítsuk el egy követ a keleti irányba háromszor, és akkor lesz eső. Akkor én eldönthetem, hogy ehhez csatlakozok, és azt mondom, szerintem ez egy hülyeség, én ebben nem akarok részt venni, de ha úgy érzed, hogy ez a helyes, mennyit csináld, és kiderül, hogy működik, vagy nem működik. Vagy mondhatom azt, hogy tényleg bennem is ez van, és menjünk, és csináljuk, és odaállok melléd, és segítek neked ebben a dologban. És én ezt tudom hangsúlyozni, vagy ezt tudnám mondani, hogy egy érett hívő tudja, hogy ez joga van. És nem lehet bepörgetni olyasmibe, amit valaki más kapott, és aztán jön, és azt mondja, hogy de hát ezt az Isten akarja, és azt mondta az Isten, hogy te ezt csináld, meg azt csináld, mert ha nekem nem mondta az Isten, akkor nekem jogom van azt mondani, hogy én úgy érzem, hogy ez nem az enyém. És a másik oldal ennek az éremnek pedig az, hogy viszont hagyjuk egymást békén. Tehát ha meg ő úgy érzi, hogy neki ezt kell csinálnia, és
az ember nem tudja eldönteni egyértelműen, hogy ez most csak egy hóbortos dolog, vagy tényleg az Úr szólt hozzá, vagy bármi efféle, akkor nem kell háborgatni, hát tegye meg, csinálja meg, és akkor derüljön ki, hogy most az Úr szólt hozzá, vagy nem az Úr szólt hozzá. Ha beteljesedik, az Úr szólt hozzá, ha nem teljesedik be, akkor nem az Úr szólt hozzá, és kész. Tehát az, hogy most tudnánk-e általános szabályokat adni arra nézve, hogy hogyan lehet megkülönböztetni ezeket a borzasztó szubjektív dolgokat, és hogyan lehet eldönteni, hogy na ez az, ez meg nem az. Hát őszintén szólva, én bajba lennék, én zavarba lennék, de azt hangsúlyoznám, hogy ugye így van megírva, hogy az ott ülők ítéljék meg. Tehát aki hallja, látja, akihez szólnak, az Úr nevében úgymond, stb., az megítélheti. Nem azt, hogy ez az Úrtól van-e feltétlenül, hanem hogy hozzá szól-e, benne hitet ébreszte, ő benne felgerjeszte a hitet arra, hogy ő is tegye, ő is csinálja-e. És azt gondolom, hogy egy érett hívőnek, aki már nem kiskorú, erre a fajta autonómiára, szuvereditásra el kell jutni, hogy nekem nem kell más hitét követni, ha azt én hitből nem tudom követni. És én azt gondolom, hogy valahol itt van a dolognak a lényege. Úgyhogy ha látok valakit bukfencezni, hát hoz neki jó, ha ő úgy érzi, hogy mit tudom én, ő így szereti az Isten meg így szereti őt, hát most ki vagyok én, hogy most akkor meggátoljam őt. Hát tegye, csinálja, nem probléma. De azt mondja nekem, hogy így kell csinálni, mert az Isten ezt akarja tőlünk, akkor viszont azt mondom, hogy ne arra, úgy én úgy érzem, hogy ez nekem nem való. Én ezt nem szeretném. Értem, hát evezünk akkor egy kicsit mélyebbre még ebben a dologban. Tehát most ezekben a vészterhes időkben, hát óriási nagy, most is, óriási nagy szükség és igény van arra, hogy hitelesen Istennek a bölcsességével, szeretetével, Jézus Krisztusnak a kegyelmével és Istennek az erejével megnyilvánuljanak, ugye az egész teremtett világ erre vár, hogy az Isten fiai megnyilvánuljanak. És ugyanakkor hát nagyon sok mindent lehet látni. Ilyenkor ugye nagy a kihívás, nagy a várakozás, és felmerül az, hogy most akkor mire vagyunk mi felhatalmazva, mint Istennek a fiai. Mire van jogosítványunk? Vannak emberek, akik úgy gondolják, hogy minden gondolatuk, minden ötletük a Szent Szellemtől van. És amíg ezt te is mondtad, ez egy szubjektív vonalon megmarad, és az ima kamrájában elvégzi ezeket a tevékenységeket, addig ezzel igazából nincsen a világon semmi probléma, de amikor kilép a nyilvánosságra is, és akár a média nyilvánossága előtt folytatja ezeket a felhatalmazásból fakadó tevékenységeit, akkor nagyon sok megbotránkozást is okoz. Van ebben nekünk valamiféle felelősségünk? Vagy ugye azt mondja, hogy ítéljük meg, hogy mindent megvizsgáljatok, és ami jó, azt megtartsátok. Tehát a kérdésem az, hogy pásztorként van-e nekünk valamiféle felelősségünk a nyáj iránt, hogy azt mondjuk, hogy például megátkozni a másik embert, azt nem a Szent Szellem inspirációjára teszi az, aki ezt teszi. Hát ilyeneket azért úgy gondolom ki lehet jelenteni, vagy hogyha az, amit te Szent Szellemre hivatkozva csinálsz, az az embereket háborúságba, bűnbe viszi, akkor azt meg kell vizsgálni. Tehát hol vannak-e ilyen határok? Nem akarok én semmit kijelöltetni, de mégis az a kérdés, hogy miről ismerhető fel, vagy van-e valamilyen mód arra, hogy mi magunk számára felismeressük, és a hívők maguk számára felismeressék, hogy ha vajon ezek, amik most történnek az Úrtól, vagyunk-e? Ervin, tudsz valamit erre esetleg? Igen. Én leghatározottabban mondanám azt, hogy a rendező elvek között az első és a legfontosabb a szeretet. Az Isten szelleme, az Isten szeretete. Tehát, hogyha például ugye ott van Jézus, és ott vannak a tanítványok. Ugye azt a címet adtuk, hogyha leszáll a szellem. Ezek úgy gondolták, ezek a fiúk, hogy, és nagyon igélyek akartak lenni, még Jézusnak idézik is, hogy hát hívjunk le tüzet ezekre a samáriaiakra, mert hát micsoda dolog ez, és hát Illés is ezt tette. És mi Jézus válasza? Nem tudjátok, hogy milyen szellem van bennetek.
Tehát ő bennük egy erőszakos, egy bosszúálló, egy megmutatjuk majd, hogy kikivel van, majd mit képzeltek ti gyerekek, stb. Szellem volt, és Jézus erre világosan azt mondta, hogy ez nem az Isten szelleme. Ez nem az a Szent Szellem, aki azért jött, hogy az embereket igazságra, Isten szeretetéről meggyőzze, stb. Tehát én például az első és a legfontosabb rendező jelnek azt tartom, hogy mennyire van benne, mennyire érzem benne az Isten szeretetét. És mennyire tudom azt tetten érni, hogy ez bizony egy nagyon kemény indulatból történő dolog. És nálam például ez egy fontos rendezője. A másik, hogyha engem megkérdez egy keresztény testvérem, és tanácsomat kéri, akkor az előbb is utaltam rá, akkor nyilván megvizsgálom azt a dolgot, és hogyha őt ez arra vezeti, hogy az Úrtól eltérjen, ha arra vezeti, hogy féljen, ha arra vezeti őt, hogy elbizonytalanodjon, ha arra vezeti, hogy bűntudata és kárhozata legyen, akkor én merem kijelenteni, ez nem az Isten szellemétől van. Az Isten szelleme nem így működik. Nem vezet bűntudatra, nem nyom el téged, nem okoz neked nagyon rossz érzést. Persze, ha bűnt csinálsz, akkor okozhat rossz érzést, de ha nem a bűnt csinálod, akkor én. Tehát én ilyenkor azt mondom, és azt tanácsolom, hogy az előzőekhez is most már kicsit visszafordulva, igen, erre figyelnünk kell, segítenünk kell egymást. Az, hogy ő nyújtja a pálcáját, vagy nem nyújtja meg, hogy ezzel egyetért, vagy nem ért, ez pedig legyen az ő és az Istennek a dolga. Én ebben nem akarok beleavatkozni, nem akarom. Én nem nyújtam a pálcámat adott esetben, csak azért, mert ugye utaltál erre a pálcanyújtásra, meg egyéb. Azzal én nem foglalkozok. De ha valakit látok, hogy ez, most bocsánat, egészen a zárt osztályig visz, akkor nyilván a magam lehetőségei szerint igyekszem megakadályozni, hogy legyen józan. A napokban történt egy, valaki profitálta, hogy egy másik ember meg fog gyógyulni, és nem történt meg a gyógyulás, és akkor azzal az emberrel beszéltem, aki kapta ezt a proféciát, és láttam rajta, hogy zavar van benne, és kérdeztem, hogy mi az arra. Hát azt mondja, az, hogy hát az Úr meg akar gyógyítani, de én biztos, hogy nem voltam. Na akkor nagyon nem mondtam csúnya dolgokat, csak annyit mondtam, hogy figyelj ide, ezt most azonnal felejtsd el. Felejtsd el, hogy te most bűntudat alá kerülsz azért, mert valaki azt profitált, hogy te majd ekkor meg ekkor fogsz meggyógyulni, és így meg így fogsz meggyógyulni, és ez nem történt, és magadat okolod emiatt, na ezt felejtsd el, ez nem az Istentől van. Tehát én így érzem a veszélyt, amikor Istenre hivatkozva kimegy egy valami üzenet, és az embereket elbizonytalanít, meg kárhozat alá visz, meg nem tudom még, hogy ő akkor nem olyan keresztény, mert ő nem nyújtja a pálcáját, na azt felejtsd el. Azt felejtsd el, ő nyújtogassa, meg csinálja, ahogy akarja, meg tényleg én nagyon tisztelem, és tényleg őszintén mondom, hogy nem ítélem se el, se meg, ez legyen az ő dolga, de ha én találkozok valakivel, hogy, és azt mondja, hogy nyújtogatni kell a pálcát, mert azt mondta az XY, hogy azt üzeni az Úr, hogy nyújtsuk a pálcát, és én nem nyújtottam, és ezért én most úgy érzem, hogy beteg lettem, vagy nem tudom én mit, na akkor én úgy érzem, hogy az összes piros lámpa kigyulladt bennem, és nyilván lebeszélem róla, hogy ennek egy kis fikarcint is adjon ennek teret. Köszönöm. Csak azért te is ezt hangsúlyoztad, de én is, hogy ez a pálcanyújtogatás abszolút csak egy példa, tehát rengeteg jó. Ilyen és ehhez hasonló másmilyen dolgok is ról is szó van, és nem gondoljuk egyikünk sem meg, hogy mi bármiféle bölcsességnek vagy tökéletes tudománynak a letéteményesei lennénk. Egyszerűen csak keressük a fogást, keressük a választ ezekre a szerintem, meg szerintünk is fontos kérdésekre. Attila, kérdezhetlek téged, hogy te hogyan ismered fel, vagy hogy ítéled meg magad, vagy mások számára ezeket a jelenségeket? Hát ugye az Új Szövetségnek az egyik legnagyobb ígérete, hogy nem tanítja egyik ember a másikat, hogy ismerje meg az Urat, hanem mindannyian személyesen ismernek engem. És ez a személyes megismerés, ez csak abból származhat, amikor Isten valakit személyesen megszólít. És az a hit, ami nem egy személytelen dolog, hanem mindig egy kapcsolatban van benne, az abból származik, hogy Isten kibocsátja az igéjét, a szavát,
az a szívemben hittel párosul, és megtermékenyíti a szívemet, és kinő belőle valami, megvalósul az Istennek a terve. Azonosulok az Istennek a szándékával, az Istennek az akaratával. Ugye szintén pont a római levélben azt mondja a Biblia, hogy a Szent Szellem ismeri az Istennek a szándékait. És ő helyettünk is könyörög és imádkozik az Isten akarata szerint. És a kérdésre válaszolva, és még egy picit a pálcanyújtogatásra visszatérve, nekem nincs semmi bajom bármilyen gyakorlattal, akkor, hogyha ez személyes hitből fakad. Hogyha ez abból a hitből fakad, hogy Isten szólt valakihez, és ő ezt az Isten akarataként értelmezi a szívében, már persze, hogyha tényleg az Isten szólt, és hogyha ebből cselekszik. Szóval szerintem a kérdés az az, hogy mi az, ami hitből van, és mi az, ami nem hitből van. Mi az, ami egy megfelelési kényszerből van, mi az, ami akár egy közösségnek való megfelelési kényszerből származik, vagy egy nagyobb tekintélyű embernek a megfelelési, tehát hogy meg akarok felelni egy nagyobb tekintélynek, és azért csinálok valamit, vagy mi az, ami személyes hitből, személyes meggyőződésből fakad. És ugye az is elhangzott, hogy kérdésként az előbb, hogy milyen tanácsokat tudunk adni. Hát lehet, hogy tudunk tanácsokat adni, de a cél nem az, hogy bárki helyett döntsünk. Nem az a cél, hogy másoknak az ételt a szájukba rágjuk, hanem az, hogy megtanítsuk őket arra, hogy hogyan lehetnek közösségbe a Szent Szellemmel, és a Szent Szellem pedig szerintem pontosan fog vezetni mindenkit a tekintetben, hogy mi az, ami jó, mi az, ami nem jó, mi az, ami belefér, mi az, ami nem fér bele, mi az, ami az Úrtól van, mi az, ami nincsen az Úrtól, és miből csak azt hangsúlyoznám, hogy ebből a személyes közösségből és az ebből fakadó meggyőződésből kell, hogy kinőjön minden, amit teszünk Jézusnak a nevében, az Atyának a nevében, a Szent Szellemnek a nevében. Tamás? Én is azt gondolom, hogy egyrésztről vannak világos igei alapelvek lefektetve, ezek elég tágan lettek lefektetve, nagy szabadságot adnak abban, hogy hogyan éljük meg az Istennel való, meg az egymással való közösségünket, de hát például ilyen, hogy minden szabad nekem, de nem minden használ. Fontos nézni azt, hogy ez, amit csinálok, használ-e, ez, amit csinálok, épít-e, és ez például egy rendező elv, mert kár összejönni azért, hogyha egymást nem tudjuk építeni, nem tudunk egymásnak használni. Aztán ugye azt mondja az írás, hogy mindenek ékes rendben menjenek, ne vágjatok egymás szavába, hogy a korintusi gyülekezet nagyon szentlelkes volt, nagyon karizmatikus volt, de hát zűrzavarba fulladtak az összejövetelek, és így tovább a nők ne akarjanak előjárni a szólásba, és tegyék tönkre az összejövetelt, stb. Tehát Pál apostolnak rendet kellett tennie, és azt mondja nekik, hogy hát ne az értelemben legyetek már gyerekek, hanem a bűnben, meg a gonoszságban. Tehát vannak rendező elvek, hogyha az Isten tiszteletre oda megyek, és nem tudok épülni, nem tud az Úr hozzám szólni, mert ott valaki előttem bukfencezik, balettezik, vagy a fülembe ordít, vagy én nem tudom, mit csinál. Én se tenném ezt mással, és teljesen jogos, hogyha ezt szóvá teszem, és azt mondom, hogy te se csináld velem, mert így én nem tudok épülni, meg nem tudok építkezni. Aztán vannak olyan igei alapelvek, amik nyilván leleplezik azt, hogy most valami tényleg az Úrtól van, vagy nem az Úrtól van. Hát ugye említetted az átkozódást. Nyilván, aki a tulajdon testvérét átkozza, hát azzal óriási probléma van, pláne azt hiszi, hogy mindezre őt a Szent Szellem indítja, hiszen egy atyának a gyermekei vagyunk, lehet, hogy nem értünk egyet sok mindenben, lehet, hogy külön utakon járunk, stb., de hát legalább az atya iránti tiszteletből, vagy azt gondolni, hogy én most felszólok, atyám, küldj rá egy átkot, vagy nem tudom micsoda, és akkor az atya azt mondja, jó van, fiam, küldöm, hát szóval én nekem ezek teljesen elképzelhetetlen dolgok. De akkor ugyanígy például, hogyha valaki erőszakos lázadásra buzdít a fennálló törvényes rend ellen, vagy bármi ilyesmiben részt vesz, hát az nem mondja azt, hogy ez a Szentlélektől van. Ha gyilkos indulatot táplál az emberek iránt, akkor nem mondja, hogy a Szentlélek erre indítja, vagy hogyha, hogy az Ervin is utalt rá, vád és kárhoztat,
embereket bűntudat alá akar vinni, manipulál, akkor az nem mondja, hogy a Szentlélektől van. Most mivel, hogy ilyen vékony ezen, nem olyan egyszerű ezen a határmesdjén egyensúlyozni, ezért van az, hogy ugye az érettebbeknek ki kell állni adott esetben akkor, hogyha ilyesmivel szembesülnek, és úgy látják, hogy visszaélés történik, és akkor fel kell lépniük a kicsinyeknek a védelmében, meg a kevésbé érettek védelmében, segíteni, tanácsolni kell őket. Ez nyilván, mint elüljáróknak, nekünk is feladatunk adott esetben. Egyéb iránt, hát mondom, az ember úgy van vele, hogy amíg ez a magánügy kategóriájába tartozik, addig az ember úgy van, hogy oké, az ő urának áll vagy bukik, hát csinálja. Nyilván, amikor meg van szólítva az eklézsia, meg vagyunk szólítva mi, kapunk egy proféciát, hogy ezt most feltétlenül olvassuk el, és tudassuk a hívőkkel, mert hát ezt nem fogjuk megtenni anélkül, hogy ne vizsgálnánk meg ennek a tartalmát, és ne vizsgálnánk meg azt, hogy most akkor ez tényleg helyén való, vagy nem helyén való, egyetértünk-e vele, tudjuk ezt jó szívvel, hittel támogatni az Úrnak valónak, gondoljuk-e. Mondok példát azért, hogy ne csak így rébuszokba beszéljek. Ugye volt egy időszak, amikor azt mondták, hogy egy proféta azt üzente, hogy januárban 3 hétig tartsanak a gyülekezetek böjtöt Magyarországon, mert különben nem lesz ébredés, vagy akkor majd eljön az ébredés, vagy mit tudom én. Szóval valami fenyegetés vagy ígéret is társult ehhez a dologhoz, és akkor sok gyülekezet ezt elkezdte csinálni. És mi ez így ebben a formában nem csatlakoztunk, mert úgy éreztük, hogy ez így, mint egy profécia, ez nem állja meg a helyét. De ezzel együtt nagyon jó és áldásos összejönni, ez megmaradt, mint szokás, ha csináljuk, nem azért csináljuk, mert úgy gondoljuk, hogy ez a profécia igaz, hanem mert az, hogy az eklézsia böjtől imádkozik ebben az időszakban, ez szerintem teljesen jó és teljesen helyén való dolog. Tehát ezek így működnek, vagy legalábbis szerintem ez így helyes, meg kell ezeket a dolgokat vizsgálni. Nyilván, ami a közösséget érinti, a közösségre tartozik, ott, mint elöljárók, kénytelenek vagyunk, vagy kötelességünk valamilyen véleményt nyilvánítani. Egyebekben meg szabadság van, tehát hogyha az ember úgy érzi, hogy hát ő így szeretné, hát akkor csinálja így. Köszönöm. Én úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy éljünk azzal a felhatalmazással, amit Isten adott nekünk. Tehát amikor arra hivatkozunk, és hivatkoznak, és hivatkozunk mi is, hogy íme hatalmat adok nektek, hogy kígyón és skorpión tapodjatok az ellenség minden erején, és semmi nem ártat nekünk. Vagy amikor arra, hogy a Jézus kiküldte a 70 tanítványt, és adott nekik hatalmat, vagy a 12-t, vagy a Márk 16-ban minden hívőnek adott hatalmat arra, hogy betegekre vessük a kezünket, és ezek meggyógyulnak, és hogy új nyelveken szóljunk, és kígyókat veszünk fel, és nem árt nekünk, és démonokat űzünk. Tehát van felhatalmazásunk, és úgy gondolom, hogy nagyon fontos is az, hogy azzal, amit az Isten mutat, azzal, amire az Isten vezet, Szent Szellem késztet, inspirál, azt megcselekedjük, kimondjuk, profétáljunk, szolgáljunk, tegyük ezt. Igazából, ami a kérdés, az, hogy működik ez a felhatalmazás, ez az általános felhatalmazás, ez, ami benne van az igében, ez mire jogosít fel bennünket? Vagy Isten, mert ez is egy tanítási irányzat, hogy szuverén, és van ugyanaz általános felhatalmazás, tehát vagy meggyógyít, vagy megszabadít, vagy együttműködik, vagy érvényes, vagy nem, vagy pedig minden konkrét helyzetben meg kell kérdezni az Istent, hogy akkor most ez erre érvényes? Szóval az a kérdésem, hogy ebben próbáljunk valahogy eligazodni, vagy segítsünk eligazodni magunknak is, meg másoknak is, hogy mire vonatkozik a mi felhatalmazásunk, és ez hogyan tud az embereknek, a hívőknek a javára működni. Ervin. Ugye én azt gondolom, hogy mindenkinek azért kialakul egyfajta vezetési modell, amiben ő él, és amiben ő jól érzi magát, és amiben ő el tud igazodni. Most be is vannak eltérések, hogy neki más a vezetési modellje, mint az enyém, másképp is kezeli. Az, hogy mennyire mehetünk el, ugye hagyj éljek egy igei példával, ugye Pál tudta, hogy Jeruzsálembe és onnan Rómába kell mennie. És amikor ezt elmondta, akkor előálltak a proféták, és ugye
megmutatták, hogy ennek az lesz a következménye, hogy fogság lesz, stb. Ugye ismerjük a történetet. A proféta nem mondta ki azt, hogy ne menj Jeruzsálemben, viszont emberek úgy értelmezték, és mivel óvni akarták Pált, ezért kérték, hogy hát ne menjen fel, mert és akkor azt mondja Pál, hogy hát miért, mit kísértitek az én lelkemet, hát meghalni is kész vagyok, én tudom, hogy oda kell mennem. Tehát nem volt ellentmondás, de mégis egészen másképp lehetett értelmezni az egyik vagy a másik formációt. És én csak arra akarom mondani, hogy nehéz nekünk még a kijelentés szakaszában megítélni azt, hogy ez honnan és hogyan van. Mondom, eltekintve attól, amikor teljesen nyilvánvaló, hogy félelmet kelt, hogy bűntudatot kelt, stb., akkor az számomra soha nem is volt kérdés. Amikor egyéb van, akkor jön ez a verzió, és akkor nagyon-nagyon fontos, hogy vannak helyzetek, amikor csak a gyümölcseiről tudjuk megítélni, hogy az Istentől volt, vagy nem az Istentől volt. Ha a gyümölcsei azt mutatják, hogy nem az Istentől volt, akkor sem kell megkövezni, és nem kell most nem tudom én pálcát törni, csak akkor az ember nyilván óvatosabb egy olyan profitával szembe, aki esetről esetre olyan dolgokat mond, ami nem következik be, és én legalábbis akkor azt mondom, hogy óvatos vagyok, és nem fogadom el ennek az embernek feltétel nélkül. Ezzel együtt is utána lehet. Tehát van, amikor a gyümölcsei egyértelműen megmutatják, és akkor viszont lehet tudni, hogy ez a proféta bizony Istentől szólt, mert az, amit mondott, az bekövetkezett. És akkor én is elfogadom azt, hogy ez az ember, ez most abban a helyzetben Isten profétája volt. Tehát én a magam részéről, és hát ugye már mindnyájan mondtuk a hitet, hogy ami még fontos, hogy minden hitáltal működik. Tehát ő neki van egy hite arra, hogy bocsánat, megint csak maradjunk a pálcok, hogy ő most kinyújtja és történik valami, akkor legyen az ő hite szerint. Ha mit tudom én, XY testvérnek arra van hite, hogy most megállítja a koronavírust, és ezt fennem hangsúlyoz, hogy na most megállította a koronavírust, akkor ki vagyok én, hogy most ezt fölülbíráljam, viszont teljesen egyértelmű, nyilván szubjektív véleményem van róla. De lássuk meg, megállt a koronavírus? Nem történt onnantól kezdve megbetegedés az Egyesült Államokban? Akkor dicsőség az Úrnak, a proféta az Úrtól szólt. És akkor én megemelem a kalapomat, és azt mondom, hogy elfogadom. Ha nem, akkor pedig engedtessék meg, hogy legyenek fenntartásaim, bármilyen nagy név az, aki ilyet vagy ehhez hasonlót állított. Tehát én így gondolom, hogy igenis van szubjektíve, van a hitünk mértéke szerint, van megítélési jogkörünk, lehetőségünk, és nem kell. De hát ezek már elhangoztak, tehát nem kell együtt mennünk azokon a dolgokon, amelyek nem érintenek bennünket. De ha mondjuk te neked azt mutatja az Úr, hogy állj ellene a koronavírusnak, és elfut tőled, akkor te mit csinálsz egy ilyen helyzetben, mondjuk az imádkozásban? Én ebben hiszek, én ebben gyakorlom a hitemet, és nem kell nekem semmit mondani. A hit az, ha ott van, akkor az nyilvánvalóvá válik, működik. Nem kell, tehát nekem, én nem gondolom azt, hogy feltétlen minden nap, akkor meg kell vallanom a 91. Zsoltárnak minden versét abban, hogy már pedig a koronavírus és a csapás nem között. Én hiszek abban, hogy ha az Isten azt mondja, hogy megőriz engem a koronavírustól, akkor ez megőriz engem, és én csak hálát adok az Úrnak, és nem kell, hogy most ezt fennhangon hirdessem és hangsúlyozzam esetleg. De ha úgy érzem, és mondjuk én nyelveken imádkozok, és úgy érzem, hogy igen, most értelemmel is a 91. Zsoltár szavaival távol tartom magamtól a koronavírus, akkor ezt megteszem, de ezt nem teszem egy koronavírus elleni abszolút védekezési módnak. Attila, mire vagyunk felhatalmazva? Hogy éljünk a felhatalmazással? Hát igen, fel vagyunk hatalmazva, és ahogy itt hallgatom a beszélgetést, meg töprengek az eddig elhangzottakon, kicsit az az érzés van bennem, hogy lehet, hogy túlságosan
hát hogy mondjam, szabályok közé szorítjuk ezt a Szent Szellemmel való együttműködést, és hogy óva intünk mindenkit, hogy nehogy így, nehogy úgy, nehogy amúgy, és én csak azt szeretném hangsúlyozni, hogy a Szent Szellem egy hatalmas ajándék, mint személye számunkra, és hogy bátran megbízhatunk benne. Tehát én mindenkit arra szeretnék bátorítani, hogy ne szorongjál, ne féljél, hogy jaj, most el fogom rontani, mert lehet, hogy nem is a Szent Szellem mondta, ki tudja, mi volt, hogy volt. Egyszerűen bátran ki kell lépni. Ugye minket gyülekezeti szinten jellemez az, hogy nem bűncentrikusan gondolkodunk, tehát hogy nem az van a középpontban. És szerintem nagyon fontos, hogy a Szent Szellemmel való együttműködésünket is, hogyha úgy elemezgetjük, meg erre bátorítunk, buzdítunk, akkor ne hibacentrikusan gondolkodjunk. Mert nekem azt sugallja a Szentírás, ugye azt mondja Péter, amikor kiáll pünköskor, idézvén a Joel proféta könyvét, hogy kitöltöm az én szellememet minden testre, férfiakra, nőkre, kicsinyekre és nagyokra egyaránt. Tehát, hogy nekem nem úgy tűnik, hogy ez valami elképesztően nehéz dolog, és persze megkaptad a Szent Szellemet, örülj neki, hogy most valami bizsered, meg úgy érzed, de majd mi megmondjuk, hogy ezt így kell, úgy kell, amúgy kell, és majd mi szólunk, hogy... Tehát, hogy nyilván vannak túlkapások, csak én azt szeretném mondani, hogy nem innen kellene megfognunk a dolgot, mert megoltjuk azokban is a lelk, mert ugye általában az szokott történni, hogy akinek egyébként túlkapások vannak az életében, az ugyanúgy folytatja, aki meg eddig is bizonytalan volt, az meg azt mondja, hát meg se próbálom, mert nekem akkor ez úgyse fog menni. Szóval én szeretnék mindenkit bátorítani, biztatni, hogy éljünk a Szent Szellemmel való felhatalmazásunkkal, és ugye kérdezted, hogy mit lehet, mit nem lehet. Én azt gondolom, hogy Istennek vannak egyértelmű szándékai. Például tudom azt mondja az ige, hogy Isten azt akarja, hogy minden ember megtérjen. Ezért, amikor bárkivel találkozom, akkor nem mérlegelem azt, hogy a Szent Szellem vajon akarja-e, hogy hirdessem neki az evangéliumot. Mert valószínűleg ez nem kérdés. Ha esetleg kivétel lenne az az adott személy, akkor majd biztosan fog jelezni a Szent Szellem, de nem abból indulok ki, hogy most neki szól az evangélium, vagy nem szól az evangélium. Ugyanígy azt gondolom a betegségekkel kapcsolatosan is, hogy az alap kiindulási pont, hogy Isten meg akarja gyógyítani az embereket, hogy nem gyönyörködik abban, hogy betegek vagyunk, hogy szenvedünk, hogy fájdalmaink vannak, és ezzel az alaphozzállással közelítek valakihez, hogy hiszem, hogy a Szent Szellem akarata az, hogy meggyógyuljon. Ha esetleg ezzel ellentétes lenne mégis, tehát ez az adott delikvens pont kivételt képez, akkor biztosan, hogy fog jelezni a Szent Szellem, de nem gondolom, hogy ez kéne az alap attitűd legyen, hogy minden helyzetben mérlegelünk. Ezzel együtt azt is szeretném azért aláhúzni, hogy a Szent Szellem egy személy, és biztos, hogy vannak egyértelmű motivációi és szándékai, de a vele való kapcsolatunk az dinamikus. És azért fontos, hogy dinamikus maradjon, hogy a Szent Szellemet tényleg ne egy ilyen személytelen erőként használjuk, ahogy mondtad is az elején, hogy küldözgetjük ide-oda, hanem hogy megtanuljunk vele együtt mozogni és együtt működni. És szerintem nekünk van szükségünk arra, hogy a Szent Szellem adott esetben erre vagy amarra húzza a kormány, hogy azért ne felejtsük el azt, hogy nála van a vezetés, hogy ne vegyük el a Szent Szellemtől a vezetést, de azt még egyszer azért szeretném hangsúlyozni, hogy az, hogy az Isten teli van szeretettel, az, hogy hogyan viszonyul a megkötözöttek felé, a bűnösök felé, a betegek felé. Ezt Jézus egyértelműen kijelentette. És az alapattitűd, az meggyőződésem, hogy nem változott, sőt, még Jézus azt is mondta, hogy még nekünk sokkal jobb lesz, hogyha majd ő elmegy, mert akkor eljön a Szent Szellem, és azt gondolom, hogy mindaz, amit Jézus tett annó, az rajtunk keresztül, ha a Szent Szellemmel együttműködünk, hatványozódik, és sokkal több emberhez elér Istennek az a hatalma és az ereje, ami után egyébként szerintem nagyon sokan sóvárognak. Tehát elképesztő most itt a koronavírus járvány idején is tapasztalni azt, hogy mennyi ember meg akarja ragadni a természet felett itt. Egyszerűen ráébred arra, hogy kell lenni valaminek azon túl, amit itt látunk és meg tudunk fogni. Szembesülnek az emberek a törékenységükkel, és elképesztő, hogy milyen nagy igény van arra, hogy az emberek találkozzanak valóságosan Istennek az erejével. Köszönöm, Attila. Tamás, mire vagyunk felhatalmazva, ha kérdezhetem? Kérdezheted. Én ahhoz csatlakoznék, amit az Attila is mond, hogy Isten bennünket a vele való közösségre hívott el. És a Szentléleknek is a legfőbb célja az, hogy közösségbe vigyen bennünket a názareti Jézussal és rajta keresztül az Atyával.
És egy közösség ugye úgy működik, hogy beszélünk egymáshoz, megismerjük egymást, közös élményeink vannak, közös átéléseink vannak, és így elmélyül a kapcsolat. És egyre jobban bízunk egymásban, egyre jobban ismerjük egymást, értjük egymást. Nyilván ez a mi esetünkben némileg egyoldalú, mert még mi nem ismerjük Istent úgy, mint ahogy ő ismer bennünket, de majd színről színre látunk, és ez is meg fog történni. De minden esetre az Isten ismeretében és a Jézussal való kapcsolatban kell növekedni. A Szentlélek minden munkájának ez a célja, meggyőződésem. És a probléma a visszaélésekkel pont az, amikor ehelyett a közösség helyett valahogy Jézust úgy kivesszük a képből, és akkor azt mondjuk, hogy hát Jézus felhatalmazott bennünket, ezt ránk bízta, ő már nem is kell, mi csináljuk a dolgokat, taposunk, űzzük, mit tudom én, mit csinálunk. És így tovább, és így tovább. Ez az egyik olyan veszélyes irány. Jézus mindig kell, Jézusra mindig szükségünk van. Bármit teszünk, bármit csinálunk, bármilyen felhatalmazással élünk, azt az ő nevében vele együtt tesszük, sőt, tulajdonképpen ő cselekszi általunk, ahogy Pál is mondta, hogy mindenki másnál többet munkálkodtam, de nem én, hanem az Istennek bennem működő kegyelme. Tehát tulajdonképpen a mi felhatalmazásunk arról szól, hogy az Úr velünk van, egyre biztosabbak vagyunk a fiúságunkban, egyre biztosabbak vagyunk a fiúságunkkal, együttjáró hatalomban, ebben növekedni kell, fejlődni kell, ez nem egy olyan dolog, hogy azonnal készen van az életünkben, nyilván a tapasztalatok, a hitben megharcolt helyzetek ebben megerősítenek bennünket, de Jézust ebből nem lehet kiszervezni, és ezért nem hiszek az olyanokban, hogy a három pont a négy lépéshez, és akkor meg kell történjen, mert ebből hiányzik Jézus. És ugyanígy, amikor azt mondjuk, hogy de hát mi fel vagyunk hatalmazva, és akkor majd mi jól megmondjuk, hogy mi legyen, ezt ha Jézus nélkül tesszük, nem Jézussal együtt tesszük, akkor megint ugyanaz a probléma, hogy hát akkor mi szükség Jézusra. Tehát akkor ő ott a nyugdíjba vonult a mennybe, és akkor ránk bízta, a mű forog, az alkotó pihen. Ezek a tendenciák nem nagyon jók. És éppen ezért, amikor ugye a hit ilyen mágikus hit kezd lenni, intézményesített hit kezd lenni, hogy Ervin is elmondta, hogy jött valaki és rátette a kezét, és onnantól nem történt a világon semmi, de hinni kellett, hogy a Szentlélek keresztség megvolt. Hát szóval ez nem az, amire az Isten vágyik. Minden ilyen dolognak az a célja, hogy még mélyebb legyen a közösség az Úrral, és ezért Istent ezekből a dolgokból nem lehet kiszervezni. Nekem az a meggyőződésem, hogy Isten mindenre meg akar tanítani bennünket, mindent meg akar mutatni nekünk. Ugye Jézus maga mondta, hogy az Atya szereti a fiút, ezért mindent megmutat neki, amit cselekszik. Hát ha a fiú szeret bennünket, a fiú is mindent meg akar mutatni, amit ő cselekszik. De ez nem jelenti azt, hogy rögtön az elsőre mindenki mindent mindenféleképpen csinálni tud. Hanem éppen azért jött a Szent Szellem, hogy vegyük ezt az erőt, és az erő nem öncél, hanem azt az erőt arra kapjuk, hogy Krisztus képviseljük a világban, és azt is tudomásul kell venni, hogy egyikünk sem lesz képes a maga tökéletességében Krisztust képviselni ebben a világban, mert ugye az a dolognak a lényege, hogy ő szétosztotta ezeket az ajándékokat. Mindenkire annyit bízott, amennyit el tud hordozni, amennyire alkalmas, és akarja, hogy ezt forgassuk, ezt használjuk, és többre bíz, és aki kevesen volt, hű, többre bízatik, és így tovább. Van ebben egy növekedés és egy fejlődés, és ha vannak rendetlenségek ebben a dologban, akkor ezekkel pont az a probléma, és pont az a baj, hogy megbotránkoztatnak, megakasztanak, gácsot vetnek, csapdába csalnak ezen az úton, és akkor az ember elbizonytalanodik, és leáll az életében a fejlődés és a növekedés, de ezért nagyon fontos, hogy az ember ezeket kikerülje, feldolgozza, és végül aztán kikössön a megfelelő ponton, és bátran menjen tovább az Úrban. Azzal is tökéletesen egyetértek az Attilával, hogy nem kell félni, tehát nem azt kell nézni, hogy fogjuk mellé rúgni a 11-est, hanem azt kell látni, hogy be fogjuk rúgni, és győztesek leszünk, és Krisztusban már többek vagyunk, mint győztesek. Köszönöm szépen mindegyikötöknek. A végére értünk ennek a mai beszélgetésnek. Én még annyit tennék hozzá, hogy a Szent Szellemmel Istennek a legnagyobb ajándéka, ő maga érkezett el hozzánk, és ez az ő vele való közösség, a vele való együttélés, ez nem egy feladat, nem egy követelmény, ez egy óriási nagy kiváltság és lehetőség, és Isten maga, tehát egy személyes közösségre hívott el, és ezen belül én is meg szeretnék mindenkit nyugtatni, hogy
nem tudod elszúrni. Mert ő vele élsz, ahogy a gyerek az apjával él, ahogy Istennel élünk, nyugi, ezt ő végzi, személyre szabottan mindegyikünkkel külön-külön foglalkozik, mindegyikünkhöz. Tudja, hogy hogy tud a szívünkhöz odaférni, hogy hogyan, milyen hangnemben, milyen módon tud közeledni hozzánk, beteljesíteni a tervét. Úgyhogy a legfontosabb dolognak én is azt tartom, hogy hagyjuk rá, bízzuk ő rá, és ne azzal foglalkozzunk, hogy mi mit szúrunk el, de még azzal se foglalkozunk túl sokat, hogy esetleg mások a mi véleményünk szerint mi az, amit nem csinálnak helyén való módon. Abban a hitben vagyok és vagyunk, hogy a Szent Szellem Isten, és amit ő elkezdett, ő be fogja végezni a Krisztusnak a napjára, mi bennünk is, sőt, mi rajtunk és mi általunk, és ezt az egész világot Isten jelenleg most is a kezében tartja, és a Szent Szellem Isten, és ezzel a feladattal is meg fog birkózni, és nekünk az a kiváltság jutott, hogy ő vele egy ilyen szerelmes és nagyszerű kapcsolatban éltünk. Úgyhogy így ezekkel a szavakkal elbúcsúzunk tőletek, és legközelebb folytatjuk a Tegyük a helyéért.